Sziasztok! Egy újabb videóban köszöntenélek benneteket. Itt vagyok a Eteletér után, pontosan. És éppen a felújított Etele úton gurulok. Azért szeretném ezt a videót csinálni. Itt van az új zsír, új pálya. Madzagok már fönn vannak, helyenként ki is vannak feszítve. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó, eléggé rossz a fényhatás, de sajnálom, én pont most járok erre, így sötétbe, egészen pontosan 3-4-10 van. És azért videóznám le nektek ezt a helyzetet, hiszen olvastam a Facebookon, hogy holnaptól már végre nekünk autósoknak át lesz adva ez az útszakasz. De ott éppen egy dögöt vontatnak, a DAF vontat egy Volvo 7700-as, mindjárt mondom a rendszámot, FIX219, hát ez nem selejtezte le magát, csak félig, ez nem égett ki, úgy mint a tesói, ezelőtt egy pár héttel egymás után gyulladtak ki. És ezért csinálom ezt a videót, hogy holnaptól újra lehet használni, hiszen én többször kihangsúlyoztam ezt, hogy én közlekedésbarát vagyok, meg annak tartom magamat, meg a közlekedésben aktív részes is vagyok ezáltal. Részben, közösségi közlekedésben is van, hogy kiveszem a részemet, mint utas, de főként, mint sofőr veszek részt a közlekedésben, mert munkából adódóan is teherautósofőr vagyok, meg személyautóval közlekedek rengeteg helyre, rengeteg videós projektet úgymond ezzel közelítek meg, nem BKV-val. Megmondom nektek az őszintét, nincs BKV-bérletem is, lehet, hogy ezért megköveztek, de nincs, mert nekem elég költség úgymond a gépjárműnek a fenntartása is, a itatása, különböző dolgoknak a fizetése, súlyadó, ilyen adó, olyan adó, nem akarok titeket ezzel terhelni, meg nem akarok itt kunyerálni, meg ilyen dolgok, mert arra megvan a kiemelt személy, akit szponzorálni kell. Én nem vagyok rászolgálva, én megdolgozok azért, hogy ezt tudjam csinálni, ott egy ipari, nem kácsi, vagy ipari csuklós, az. Nézzétek, milyen jó itt átkelni, villognak a lámpák, és itt vagyok a mostani egyes villamos végállomásnál, ami eddig aktív, innen lesz majd továbbvíve a Etele térre, ahol építik egy gyönyörűséges Etele plázát is, de minek, kinek, hogyan, miért, azt ne kérdezzétek, én se értem, de mindegy. Aztán itt már ez a szakasz, amit itt láttok, ez már aktív villamos évek óta, ezt már jó néhány éve átadták. Így gyönyörű szép füves pálya van. Nekem tetszik ez a beruházás is. Az afelől én is kritikus vagyok, hogy nonsense, hogy másfél, hát kicsit több mint másfél kilométer, több mint másfél éve csinálnak. Ez nevetségesnek tartom én is ezt a dolgot, de ők tudják. Meg lehet engedni, akkor megengedik. Magyarországon tudjátok, úgy olvastam a Facebookon, hogy egy kilométer bicikliutat 70 millióért csináltak. Most akkor miről beszélünk? Hát most ilyen dolgok vannak, hát ez Magyarország, tudjátok, ez a lehetőségek országa, itt mindent meg lehet csinálni. Na, mindegy, szóval ennyit erről az egészről. Most megyek éppen haza Harasztira, Dunaharaszti lakok. Mondhatom, csinálok egy kis autós, videós témát. Láthatjátok, hogy merre közlekedek. Erre rengeteget szoktam közlekedni. De autóval. Most csinálok én is ilyen videót, nem biztos, hogy mindent olyan jól tudtok látni. Szoktam sétálni is, meg rengeteget szoktam lépcsőzni is, munkából adódóan, nem tudom azt titeket mennyire érdekel, hogy nekem mi a munkám, mikkel foglalkozok így a private szférában. Hát, azt is már elmondtam videóban, nem tagadom. Nem tanultam, ezért kuli munkás vagyok. De én büszkén csinálom, amit csinálok, meg jól csinálom, azért elég sokan hívnak is minket. Édesapám megtanított engem arra, amivel foglalkozunk, költöztettünk, nemzetközi költöztetést is vállalunk, belföldit is, cégest is, lakossági költöztetés, minden, ami költöztetés. Ma például vettünk egy nagyon speckó ilyen
rámpát is, amire egy tonnát rá tudunk tenni, egy tonnát bír, nagyon faszal, nagyon tetszik, 4 méter hosszú, akár föl tudunk húzni az autóra például raklapot is. Ez azért jó, mert ez csak akkor foglal helyet súlyban, meg helyben is az autón, mikor speciálisan kell használni, mert a mi autóinkon nincs emelőhátfal, mert ez egy olyan dolog, hogy például kicsi a parkolóhely, akkor nem tudok hátulról pakolni, akkor csak oldalról tudnék, meg az egy állandó teher, hogyha én átviszek egy autóra egy emelőhátfal, folyamatosan viszek több száz kilót, annyival kevesebbre tudok rátenni a gépjárműre. De hiába 3,5 tonnás az autó, az a teljes súly, rakott súlyjal együtt 3,5 tonna. Körülbelül egy ilyen 3,5 tonnás gépjárműnek a önsúlya, ilyen 2000 kiló, 2000 pár száz kiló, beleülünk mi hárman, sofőr, két rakodó, akkor majd 2,5 tonna, bár csak egy tonnát tudsz felrakni. És hogyha rajta van a emelőhátfal, akkor még annyit csak, akkor ráraksz 600 kilót, kinevetnek az ügyfelek. Szóval ezért választottuk mi ezt a megoldást, hogy egy ilyen trailer, rámpa, ki hogyan fogalmaz, ezzel megoldjuk ezeket a nehéz gépes, nehéz árus szállításokat, palettás áruknak a mozgatását. Na ennyit a mai napról, ma voltam amúgy dokinál is, én nagyon ritkán szoktam járni, nem sírásból mondom, de azt szeretném elmondani, mostanság annyira intenzíven nem lesznek videóim, mert megtudtam, hogy majdnem tüdőgyulladásom van, sőt inkább az is antibiotikumot kaptam ilyen pipás sprét, elég szarul vagyok, azért is ilyen a hangom, szóval úgy minden összejött, mert voltak munkáink ebben az ápor zivataros időszakban, és széjjeláztunk. Sajnos nekem itt egy KCV, egy korszerűsítetlen KCV, mert ez még nem kapta még meg még az új arculatot, még zöld a fogóckodó, meg még lehet még a szaggató is olasz. De én nem akarok belemenni ilyen komoly témákba, mert nehogy valakit összezavarjak. Meg megsértsek esetleg azzal, hogy én ilyen nagyon komoly dolgokat, ilyen szakszavakat mondanék a videóban, mert még sértésnek veszik egyesek. Na mindegy. Aztán így kiderült, most ez van, pénteken kell visszamennem, itt egy vadnyúl, meg egy ájkarosz, szemből egy vadnyúl, azaz vanhul, mutos rendszámmal, most jön majd amúgy az újabb generáció vanhulokból, új rendszámtartomány, majd lessétek az utakon, fotózzátok, videózzátok, én mindenkit arra tudok bíztatni, hogy videózzon, fotózzon, jó dolog ez, azért csinálom, mert szeretem. Nem azért, hogy én most ebből meggazdagodjak, vagy megéljek, mert nem. Mert ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha szívvel, lélekkel csinálod, és szereted, amit csinálsz. Azzal, hogy te ebből meg akarjál élni, ez nagyon nehéz, az nagyon fel kell fedezni az embereknek. Én nem rakok például ilyen tököm reklámot se a videóban, mert minek? Azért a 2 forint 50 fillérre, amit mondjuk kapnék a nézettségemért. Nem. Én inkább hagyom a nézőket, hogy tudják végignézni a videót reklám nélkül, hogy nagyon kurja az egész videónak a tartalmát, a kibekúrt reklám, az szétvág sokszor az ideg, hogy nézem a YouTube-ot, meg nézem mondjuk az ilyen online tévés cuccokat, az elején például az RTL mostban nem volt reklám, most meg több benne a reklám, mint a sima RTL-en. Szétkúrják ezzel az egészet, hogy teli cseszik ezekkel a reklámsávokkal. Én értem, hogy ebből élnek meg minden, de gyerekek, egész világ egy óriási nagy reklámról szól. Nagyon nem jó úton van. Én például nagyon kevés tévét is nézek, mert megvan a tévéről is a véleményem negatív értelemben. Nem akarok erről beszélni, egy hazug világot mutat be én szerintem. De hát van, aki onnan jött, és ugyanazt a világnézetet vallja a videós életébe is. Az is az ő egyéni dolga. Meg amúgy ez az egész videó, amit én föltettem egy bizonyos személyről, én megnevezem Kuhár Bencéről, ez azért készült, mert ő alattomos módon mindenkinek beszurkál, hogy így úgy, hogy mindenki őt kopizza. Közben senki se titkolja, hogy mondjuk az ő hatására kezdte el ezt a videózást. Én is azért kezdtem el, mert őt láttam. Mondom, ez az ember ez tud ilyen videót csinálni, ennyien nézi. Mondom, mit csinálok nála különbet. Aztán akinek tetszik az enyém, az nézi, akinek nem, az meg tovább görget. Engem nem érdekel. Nem fogok itt izélni, siránkozni, meg kuherálni, meg kunyerálni. Amúgy egy szakszó is erre a folyamatra, amit ő csinál. Kuherál. Gyerekek, óriási nagy kuherátor.
Itt megy amúgy el mellettünk a hernyócska. Tehát, hogyha ő neki ez így jó, tükörbe tud nézni, folyamatosan az ő arcát mutatja. Most én miért nem mutatom az arcomat? Na. Mert senki nem képes, senki nem kíváncsi az én pofámra. Én sem vagyok kíváncsi amúgy másokéra. Én arra vagyok kíváncsi, amit elmond, de sok esetben csak azért nézem meg, mert egy óriási nagy stand-up comedy-nek tartom az egész műsorát. Mert ugyanott maradt, ahonnan indult. Egy kis stand-up comedy-s gyerek az egész. Semmi másról nem szól. Nem akarok róla beszélni, mert annyit se ér az ember, hogy beszéljek róla. Mert mocskosan, hogy mit csinál. Mocskosan csinálja. Az ember segítő jobbot nyújt felé, aztán olyan dolgokat mond, hogy vicc. Már megint ez a teti telefon. Na szóval, ennyit erről a témáról. Én le is szeretném zárni, de nem is szeretnék róla beszélni. Meg már bánom, hogy egyáltalán szerepeltem a videójában, és meg egyáltalán felkerestem. Minden bánok, mert egy olyan ember, aki nem őszintén. Na innen. Ha jelenteném, itt járok Pest Erzsébet vasútállomásnál, itt áll meg a 151-es, 66-os, 166-os, meg rengeteg sok ilyen volán busz, ami így kifelé megy a városból. Budira is innen mennek a buszok, ezen a csapás irány, a Délegyház, a Dunarasztin keresztül is erre mennek, Taksony, meg Solt felé, meg minden felé erre közlekednek az autóbuszok. Itt megyünk át amúgy pont a hét fölött. Ugye jön egy jó kis szagos hely, itt van amúgy a csatornálási művek, óriási búz van Tarantál utcánál. Itt megy mellettük a H6-os hét. Mit mondjak róla? Jelentős részét az iskolában ingázós résznek a H6-os hévet töltöttem el. Vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban, mert pont amikor én erre közlekedtem, akkor eléggé nagy ilyen lopkodások voltak itt a vonalon. Rengeteg sokszor lelopták a felső vezetéket, síncsavarokat, mindent, amit lehetett, azt mindent elloptak. Nem volt lebetonozva a gyerekek, azt mindent elloptak. Tényleg. És akkor egy idő után én például átszoktam a 20-et Miklós-Tasi ilyen 25-ös vonatra. Annak idején nem volt ilyen vető és számjelzése a vonatoknak, csak 20-et Miklós-Tas, ennyi volt. Mikor mindenki költöztünk, akkor még az elején Józsefvárosban közlekedett a vonat. Egyszer-kétszer volt egy jó barátommal, még kisgyerekek voltunk, 10 év alattiak voltunk, akkor oda közlekedtünk vele, de utána már, mikor én úgymond így használatba vettem ezeket a itt egy 412-es közlekedési járműveket, utána már csak Kőbánya Kispest volt úgymond a végállomása, meg 20-et Miklós-Tas. Csináltam is arról is egy kis videót, hogy most már majd a keletibe fognak járni, de mivel most a keleti még le van zárva, ezért megint Kőbánya Kispest, szóval mindig változnak itt a dolgok, változnak a viszonyok. Én azt mondom, hogy jobb lenne, ha keletibe tartanák benne a 20-et Miklós-Tas, de nekem azt mondták a mávosok, hogy akitől érdeklődtem, hogy most mi ez a szituáció. Ez is csak azért van, mert hogy most van a hely, mivel a 60-i vonalon nem közlekednek a vonatok végig a keletiben, hanem Vágányzárban. Ezért van a hely a keletiben, így be tud járni oda a Külszent Miklós Tasi. Más azzal hozza összefüggésbe, hogy metrópótlásba segítenek be. Én nem tudom, hogy mi az igazság, nem tudom, hogy mi jelent meg a médiában, úgymond így a Facebookon, itt-ott-amott, különböző oldalakon, nem néztem utána, megmondom az igazat. Nem szoktam mindenből kiolvasni a Wikipédiát se, a Google-it se, meg semmi ilyeneket, mert hála jó ígynek azért annyi időm nincs, hogy folyamatosan ezeket a cuccokat róljam, és olvassam, és nézzem, és kifolyjon a szemem. De hála égnek azért van munkám is, magánéletem is, minden is. Aztán úgyis, amit ti ebből az egész életből, egész Herbák Lászlóból láttok, ez csak egy szelet. Ezen kívül azért még sok dolog történik az emberre. Az egész életét az embernek nem lehet levideózni, meg nem is akarok. Nem akarok olyan lenni, hogy most mindig videózzak, mikor éppen WC-n vagyok, azt is levideózzam, hogy mit csináljak. Éppen mikor én a boltban voltam, mit vettem, milyen kaját, milyen ruhát vettem, mert ez az én dolgom, ez nem tartozik senkinek. Ennyit erről a dologról. Ez csak egy szelet úgymond az életemből, a közlekedés szeretet, de ez így van egész kisgyerekkorom óta, hogy én imádom, szeretem.
azért is látszódik az, hogy milyen gyűjteményem van ezzel kapcsolatban, azért is ismerek rengeteg sok embert is ebben a világban, ebben a közlekedési világban, a modellező világban is rengeteg sok mindenkit ismerek. Aztán van, akivel jó a kapcsolat, van, akivel nem. Ugyanúgy, ahogy itt a videós világban is. Van, akivel jó a kapcsolatom, napi kapcsolatban vagyok, van, akivel csak összefutok néha napján, de van, akivel meg egyszer úgymond volt valami, aztán most porrá lett. De nem érdekel és nem bánom, mert én elmondtam a véleményemet, hogy milyen ember. Aztán, hogy ti követitek-e őt, én nem akarom azt, hogy ne legyen nézője. Legyen nézője, örüljön magának, verje magát a földhöz, hogy hú, mennyien nézik. Csak én nem tartom valósnak ezeket a dolgokat. De nem is akarok többet róla beszélni, több videóban nem szeretnék róla beszélni. Csak ma láttam a videóját, hogy megemlít benne, de annyi gerence nincs az embernek, hogy kimondja a nevemet, mert még azt se akarja, a jó képességű, hogy úgymond, hogyha kimondja a nevemet, akkor megnéznék mondjuk a videómat. Én azért kimondtam a nevét, kiről van szó, ennyi. Le van tudva az egész. Így legalább tudja, amúgy nem lehet elérni, mert annyi nincs benne, hogy felvegye a telefonkészüléket, amit a jó ég adott neki, hogy például egy messenger üzenetre válaszoljon. Ha letaláltál lenne ennek folytatása, utózöngéje, úgymond a videóba visszalátnám nála, akkor csinálnak meg egy ilyen válaszvideót, de nem szeretnék vele foglalkozni. Elhagytuk már amúgy itt a Hősök terét, Soroksár felsőt, most amúgy Millennium telep jön. Így is lehet például bemutatni viszonylatokat autóból, mert H6-os évvonalát követem, egészen Harasztig be tudom mutatni. Be tudom mutatni a haraszti busz megállókat is. Ha érdekel titeket, van ilyenre igény, akkor be tudom kapcsolni így mellett közben a kamerát. Nem csak este, hanem fényes nappal is, és akkor többet láttok belőle. De tudjátok, ez egy olyan dolog, hogy én is keresem így a dolgokat, hogy most miből videózok, hogy videózok, miről. Szívesen várom a tippeket is, hogy például miket örökítsem meg. Nem csak Délpestről szeretnék csinálni videókat, mert van, aki csak Délpestről csinál. Elég sok délpesti videó van. Van nekem is olyan témám, ami Délpesttel kapcsolatos és érdekes, és még nem láttam videósnál. Fog jönni olyan is, megígérem nektek, hogy lesz Délpest is videó, de úgy globálisan szeretném ezt a videózást csinálni. Mindenből egy kicsit. Jamik Misi videójában is elmondta, hogy én ajánlottam neki, hogy ő is inkább úgy videózzon, hogy mindenből egy kicsit, de csak egy témára menjen rá. Jelentem, megérkeztünk Millennium telepre, itt van a én megálló, és ott a közgép ZRT telephelye mellett még a 135-ös autóbusznak van a végállomása, ez egy ilyen önkormányzati jára. Régebben a sárga busz csinálta, de jó pár éve már átvett a BKV. Ezen például nem kell jegyet lukasztani, erre nem kell bérlet, mert ilyen közös koprodukció van valahogy, a önkormányzat is beleszáll, az IKEA is, az Oceán is, meg így a ottani plázák, ami van egy ilyen üzletsor, így össze van így adva a lóvé, és akkor abban van finanszírozva az a járat. Ez egy ilyen bevásárló járat, úgymond. Csak nem Oceános, hanem ilyen kékbuszos. Most éppen egy maca voltam úgy rajta, de szokott 412-es is, szokott rajta gázos fanhull is lenni, van, hogy 260-as van, és jön egy hév is, látjátok? Jó kis MX. Nem tudom hányas pályaszám, sorry, de útra kell figyelnem, csak azt láttam, hogy van doboz az órán, meg nem középen vannak a csápjai. Én annyira nem vágom ezeket a hévtípusokat, mert nem vagyok annyira hévmániás, de én megértem azokat is, akik hévmániások, megértem azokat is, akik ilyen mániások, olyan mániások, én segítséget élek el. Mindenkinek megvan a hóbortja, amit szeret. Nekem is a közlekedés. Nekem azért minden, ami közlekedés, az a szlogenem, mert én nem csak a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést szeretem, hanem én szeretem ezeket a nagy batár állatok, gépjárműveket, ami ott fönn is ment egy gyönyörű szép Scania. Én például úgy vagyok, hogy ezelőtt olyan 10 évvel én nagyon sokat fotóztam kamionokat, és én tükörből megmondom, hogy milyen a kamionnak a típus. Látom a kamionnak a tükrét, így megyünk mellette, hátulról, és megmondom, hogy ez milyen típusú. Mert volt egy jó barátom, aki volt osztálytársam is volt, sajnos már nem olyan közeli a viszony, mert ő is dolgozik, gyerkőce van, mindene van,
él a nagyvilágban, nem találkozunk olyan napi szinten, meg mondjuk évente egyszer-kétszer, hogyha találkozunk, akkor is beszélünk 2 percet, de tudom, hogy megvan, jól van, jól érzi magát, szoktunk néha beszélni. Na például ő vele csináltuk azt, hogy így kitalálgatni, hogy melyik milyen kamion, amikor mentünk együtt. Akkor nekem még nem volt jogosítványom, ő neki már volt jogsi a 11-ben vagy hanyadikban már megcsináltam. Ő rengeteg sokáig kamionozott is, most meg például furgonozik ő is. De tudom, hogy jól van, megvan, aztán ennyi. Szóval nem kell, hogy mindenkivel puszipajtás legyen az ember, csak hogyha mondjuk hívja, vagy ír neki, akkor legalább annyi fasza legyen, hogy válaszoljon vissza. Vagy írja oda, hogy te barom állat, nem akarok veled foglalkozni, semmiféle szinten. Ennyi. Nem azt, hogy én meg se nézem. Na mindegy, szóval vannak ilyen emberek, megérkeztünk Dunaharasztira, külsőhöz, alsót már elhagytuk, itt ez a bádok, kalicka, itt újulnak meg a bézék, amit vett a MÁV-hév. Arról is van videóm például, itt is egy hév szerelve, mindjárt mondom a pályaszámát, ez is MX-875 pályaszáma, szépen fel van újítva, mögötte is egy MX van, mi a pályaszáma neki? 882, 892, nem akarok ilyeséget mondani. És akkor itt látható a videóban Dunaharaszti helyi autóbuszának a végállomása, innen indul, ott a haraszti futár, ami nem üzemel persze. Azt mondják, hogy már tesztüzem van, de hát a kijelzők azok tök sötétek, na mindegy. És itt tudtok le is felszállni a volánbuszokról. Itt egy ilyen kétállásos megoldás van. Megkérdezzétek, hogy melyik állásról merre megy a busz, mert nem tudom. Nem járok volánbusszal, azzal egyáltalán. Az kimaradt. Volt egy rövidke idő, amikor jártam befelé Pestre volánbusszal, de így harasztin tovább, így nem mentem volánbusszal, hogy most arra merre, hogy mint. Annyit tudok, hogy tapsoljban, hogy hol van a volánbusz végállomása, meg ilyesmi. De azon kívül nagyon nem akarok marhaságokat beszélni. És akkor itt dobunk egy balost, ráfordulunk innen a főútról, ez amúgy az 510-es út, amin itt jöttem, régi 51-es. Pedig ráfordulunk a Dózsa-György útra. Ez az út, ez kettészeli Dunaharasztit. Ezen jár a helyi járat, Ventona üzemelteti. Hát, ahogy itt számolgattam, azt hiszem 3 darab itt az első busz megálló a hévállomástól. 3 darab ilyen midi busz van, meg 2 vagy 3 ez a még kisebb busz. Mert rendes szóló buszok azok nincsenek, mindegyik ilyen rövid, mert elég kevés az utas, mert nem túl jó a helyi járat. Azért is járok inkább autóval, mióta megcsináltam a jogosítványt. Sajnos vannak olyan időszakok, amikor én nekem is kell használni mondom, a közösségi közlekedést, mert öreg az autóm, már 18 éves, elmúlt, 2001-es évjáratú, és van, hogy meghibásodik, nagyobb bajai is vannak, tavaly például nem keveset költöttem rá, és akkor 2 hónapig nem volt autóm, mert henger fejeztettem, de ez egy olyan dolog, hogy én ezt vállaltam autómon, akkor ilyen költségek vannak. Elhagytuk a könyvtárat, itt van még egy ilyen utas tájékoztatás, itt van a rendőrség, itt egy pékség van, jobb oldalt, szembe pedig a vasútállomás látható. Itt egy ilyen aluljárós rendszerrel van megoldva a közlekedés, csak elég szűk a aluljáróban a sáv, ezért például a busz az nem fér el egy autó mellett, hanem félre kell húzódni, át kell engedni a buszt. Sok esetben ez nem történik meg, hanem a busz áll félre, elengedi az autókat és úgy tud áthaladni. Itt ilyen ABC-k vannak, ilyen padlólapos volt, ilyesmi. Itt régen volt jobb kézre egy benzinkút, de abból már egy ilyen P+R-es parkolót csináltak. Itt egy vasútval jobbra, kocsma. Itt egy szolárium is, trilak, festékbolt. Itt is volt egy busz megálló, az a festékboltos busz megálló, elnézést. És itt harasztin ilyen pirosra vannak, amúgy festve az ebrák. Piros-fehérre az megfigyelhető. Mindjárt jön a hangulat megállóhely, itt is van egy ilyen futárkijelző. De láthatjátok, nem egy óriási nagyváros Haraszti. 21 ezeren élnek kb. Itt. Én szeretek itt lakni, csak az a baj, hogy már túl sokan lakunk itt.
mert mi is Budapestről, Csillaghegyről költöztünk ide ki, ezelőtt 21 évvel, augusztusban lesz 21 éve, mert 98-ban költöztünk ide. És akkor itt is van egy ilyen futárkijelző, jobb oldalt látható volt, itt a másik oldalt is a busz megálló. Amúgy 12 éve ilyen tök jó kis esőbeállókat építettek, hogy ne ázzon szét az ember. Sajnos itt Dunaraszti nem becsülik meg az utasok, és szanaszéjjel verték, összefirkálták, kitörgálték az ablakokat, mert minden ilyesmi dolgot csináltak vele. Hát nem szép dolog. De hát ilyenek az emberek, gyarlók sajnos. Nem tudtok mit kezdeni vele. Mindjárt elmegyek nektek, elmegyek a Tesco-ig, bemutatom, és akkor az a másik végállomás, és ott előttünk amúgy megy egy ilyen kicsi busz, amiről beszéltem. Ez egy ilyen háromtengelyes Renault Master. Itt a Knézics utcai busz végállomás, én ehhez lakok közel, átengedem a gyalogost. Itt van egy nagyon jó kis kajáda amúgy, Tami falatozó. Ide gyertek el, hogyha jó gyrosztálat akartok lenni, ide érdemes eljönni. Itt van ez a telephely, ez annak idején a vízműveké volt, fővárosi vízműveké, vagy csatornázás műveké, nem akarok nagyon nagy fasságot mondani, de ma már ilyen maszek kézben van, és akkor mindenféle cég van itt kint. Itt egy Lidl jobb kézre, itt van a Vicink tüzé, balra, fordítva, értitek? Balra van a Lidl, jobbra van a Vicink tüzé. Itt egy olyan vékút, szembe pedig jobb oldalt van egy KFC Tesco-val, és bal oldalt pedig a Coca-Cola gyár, amit gondolom rengetegen szerettek, hát azt itt csinálják valószínűleg. Itt a KFC is. Meg van, tudjátok, a Tesco-ban rengeteg sok ilyen kis shop, de lehet jönni shoppingolni, költeni a pénzt. Na, hát jelentem, hogy a Tesco az már bezárt, mert 10-ig van nyitva, de az autóbusz ettől függetlenül kijön ide. Az utolsó is kijön a Tesco-ba, a Tesco végállomás. És akkor itt van előttünk, ilyen midi buszok járnak Harasztin. Ez valahol szerintem valami reptéri funkciót tölthetett be. Hát itt nálunk Harasztin ez a helyi járat. Hát ennyit Harasztiról, ennyit erről a videóról, nem akarom tovább húzni. Bemutattam így a Etele úttól Dunaharasztig. Hát körülbelül ez a fél óra, amire én hazaérek onnan, így autóval. Kiszámolhatjátok, hogy ez tömegközlekedve mennyi lenne. Ebből lehetne csinálni 3-4 videót is. Ez egy videóba elfért így fél órába. Jók legyetek, jó éjszakát kívánok, és akkor autóbusszal köszönök el tőletek. Sziasztok, majd találkozunk egy következő videóban is.